A nyár már csak egy halványuló emlék, a jótékony ötös azonban maga a győztes valóság. Tolla kézben, szelvény előkészítve, már is kezdünk! Az ötös lottón a héten 185 millió forint a főnyeremény. Mi ezt az összeget könnyed siklással, magabiztos korongvezetéssel közelítjük meg. Nem árulok zsákba macskát, nem viszem nézőinket a jégre, de várjunk csak, mégis jégre viszek mindenkit, hiszen mai vendégünk a jégpályáról érkezik. A fehérvári hokidrukkerek számára az ősz újra elhozta az EBL meccsek fantasztikus hangulatát. Mai adásunkban a Volán csapatkapitánya, Tokai Viktor látogat el hozzánk. A fehérvári csapat rutinos csékája, a válogatott sok nagy csatát látott védője, rengeteg nagy mérkőzést tudhat a háta mögött. Nincs kétségem, a szerencse és a jégkorong kapcsolatáról is rengeteget tud nekünk mesélni. A jégkorong egy elég gyors sport, tehát itt a másodpercek töredéke alatt történhetnek olyan dolgok, amit te is említetted, hogy a kapufáról befele vagy kifele pattan. De azt azért el kell mondanom, hogy én azt gondolom, így most már egy kicsit túl a horizonton, ami a sportágot illeti, hogy azért a szerencsé nagyon meg kell dolgozni. És hogyha azért megdolgozik és alázatosan dolgozik az ember, akkor az jönni fog. Kíváncsi vagyok, Tokai Viktor pályafutásában melyik volt az a pillanat, amikor sikerült élni a szerencsével? 2008-ban Szaporóba. Ugye ott még nem volt videokamera, és ugye tulajdonképpen a japán válogatott gólt ért el ellenünk. És ugye ezt nem adták meg. És abból mi lefordultunk, és abból lőttünk utána gólt. Tehát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy igen. És talán ez volt az egyik legnagyobb, úgymond szerencse. De én azt hiszem, hogy amit az elején is mondtam, hogy ezért a szerencséért mi, én nem is tudom, talán 10-15 évet dolgoztunk, de megdolgoztunk érte, és nagyon jó volt ezen az oldalon állni. Most egy nyertes szelvényért kell majd megdolgoznunk. Tudom, néha szoktál lottózni, azt viszont nem tudom, volt-e már nyeremény. Egy nagyon nagy kettes volt, azt hiszem, ami 452 forint, de nincs ezzel probléma. Én azt hiszem, hogy ez már önmagában véve őröm, amikor az ember egy 90 számból legalább kettőt el tud találni. Biztos vagyok benne, hogy ezúttal túlszárnyaljuk ezt a kettest. Ehhez azonban kellenek a számok. Jöhet is az első. Először a 77-essel kezdenék. Abban az évben születtem, 1977-ben. Másrészt azért, mert 1977-ben született a feleségem. Harmadrészt pedig azért, mert állítólag a 77-es tokai borok, azok egész jól sikerültek. A 77-es tokai évjáratra még visszatérnék, de előtte még másra is kíváncsi vagyok. A Tokai Viktor fémjelezte generáció a szaporói feljutással és a svájci A-csoportos világbajnoki szerepléssel beírta magát a magyar hoki aranykönyvébe. Hát én ezt nem is tudom szavakba önteni, vagy nem is tudom ezt igazából át kell élni, vagy át kell érezni, mert nagyon nehéz ezt összefoglalni, hogy mit éreztünk akkor. De megpróbálom mégiscsak. Részletek embere voltam, és nekem nagyon tetszett, többet magammal nagyon tetszett az, hogy az edzőm ezek az A-csoportban, az mindenféleképpen egy nagy stop tábla volt a hátukon, és rá volt így, hogy respect, tehát hogy tisztelet. És ez nekem annyira motiváló tényező volt, hogy ez meglegyen, és hogy tényleg úgy legyen meg. Nem is feltétlenül maga az A-csoport, hanem tényleg egy ilyen bagatel kis mezről beszélünk, vagy egy ilyen kis figuráról. De ez annyit jelent, és annyit jelentett én azt hiszem a többieknek is, amikor magunkra húztuk ott azt edzésen az A-csoportos világbajnokságon, hogy igazából szerintem akkor tudatosult egy év távlatából, hogy mi is történt ugye egy évvel ezelőtt. Az első meccset azt este játszottuk, és a Peter Dimre volt a szobatársam, és készültünk a mérkőzésre, abszolút csöndben, mindenki a maga kis világában volt, vasaltuk a kis ingünket, meg minden, és ment az előző meccs a tévébe, és hát ugye amit megszokott az ember előző években, hogy ugye világbajnokság, logó, stb. Ki van írva, zászlók, csapatfelsorolás, ugye az első pár perc, és egymásra néztünk, és mondtuk, hogy 2,5 óra múlva mi leszünk ott a jégen. Tehát, hogy ez egy tényleg egy valami nagy dolog. És nem csak regionálisan, hogy Magyarország, hogy divízió egy, hanem ezt a világon mindenhol nézik, mert ugye ez a világbajnokság. Még egy mondat erejéig maradjunk a 77-nél. Mitől is olyan jó a 77-es tokai? Mármint a bor. A jégkorongozót tudjuk. Jó barátom az Erdősi Péter, Dunajvárosból, aki próbálkozott borászattal foglalkozni, és volt egy közös barátunk, aki a Sajgó Pétert nagyon jól ismeri, és oda
voltunk jó párszor bortúrán, és ott összeismerkedtünk vele, és ő ajánlgatott különböző dolgokat, és mondta, hogy na, ezt akkor, ezt most nagyon meg kell, muszáj megkóstolnatok, és megkóstoltuk, és nem vagyok ugyan nagy borszakértő, de valóban jó volt. És én hiszek neki, hogyha ő azt mondja, hogy ez jó volt, akkor mindenféleképpen akkor biztos, hogy úgy is van. Most már átérhetünk a második számunkra. Az lehet a hatos. Én ezzel a számmal kezdtem tulajdonképpen a profi karrieremet és a profi pályafutásomat, és azt hiszem, hogy ez végig kíséri az életemet, ez a szám mindenféle szempontból. És ha jól tudom, éppen a tegnap volt a tévében Jim Carrey-nek a filmje, aminek a 23-as szám volt a cím, és mindenki beleképzeljük ezeket a számokat, de valahogy nem tudja az ember, mert a számok bűvöletében él, és mindent számok határoznak meg, a statisztikákon keresztül, a kilométereken át, ezzel mérünk szinte mindent, a gyerekeket az iskolában, tehát jelölünk vele rendszámokat, bármit, és egyszerűen nem tudjuk ezt elengedni, és tényleg ez a hatos szám, ez engem valahogy mindig végigkísér az életemen keresztül. Van egy kis kapcsolódási pontja ennek a szaporos történetnek is, mert amikor felkerültünk az A csoportba, onnantól kezdve bármilyen számot választhat az ember. Amíg A csoportban nem szerepeltél, addig csak, ha jól tudom, 25-ig vagy 30-ig számozzák a mezeket. És hát ott evidens volt, hogy ugye a 32-es az nem, hanem akkor 6-os. Viszont amikor már lehettem volna 32-es, mert ugye a fehérvári csapatban már 32-es voltam, akkor sem ragaszkodtam a 32-eshez, hanem visszatértem, illetve maradtam a 6-os. Mivel ilyen kitartóan kísért téged a 6-os, be is x-eltem. Két számunk már megvan, várom a harmadikat. Hát ez legyen egy 23-as. Mint 6-osként én úgy érzem, hogy Dunajvárosban befejeződött valami 2005-ben, illetve 2006-ban. És klubcsapatban többet soha nem játszottam 6-osban, csak Dunajvárosban. És aztán kikerültem Svédországba. Volt azt hiszem 4 vagy 5 szám, többek között a 23, 27, nem tudom mik voltak még. És azt mondom, jó, legyen akkor a 23, 2x3 az amúgy is 6. Tehát ilyen számmisztikákba is már belementem akkor. És ezért lettem 23-as, és nekem ez egy szomorú történet is kapcsolódik egyébként. Nekem volt egy öcsém, aki 23 évesen autóbalesetben halt meg, és aztán azért is választottam ezt a 23-as számot. És abban az egy évben, amikor Svédországban játszottam, akkor voltam 23-as. Svédország az európai hoki egyik csúcsa. Játékosként hatalmas élményt jelenthetett ott játszani, de maga az élet, az északi mentalitás mennyire fogta meg Tokai Viktort? Kihívás mind sportolóként, mind pedig emberként, tehát megállni a helyét az embernek egy teljesen más közegbe, egy teljesen más kultúrába. Ott váltam talán igazán felnőtté, amikor az ember tényleg egy kicsit úgy magára van utalva, és úgy elgondolkodik, hogy tényleg most itt egyedül vagyok, és itt aztán bizonyítanom kell így is, bizonyítanom kell úgy is, és teljesen más emberként jöttem vissza. És nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek a Svédországnak. Ők nagyon egyenes emberek, és nem tudom, nekem Svédország az második otthonom. Tehát mindig, amikor visszamegyek, bár csak egy évet töltöttem ott, de az nagyon meghatározó volt. Svédországban ráadásul egy hobbira, a fényképezésre is ráleltél. Folyamatosan vittem magammal a kis kamerámat. A 30. születésnapomra meglettem magam egy ilyen dologgal. Úgyhogy számtalan gépet készítettem, azóta már voltunk ugye a csapattal, még azt hiszem, az első vagy a második Ebeles szezonban a Tátrába. Ott kétszer vagy háromszor oda-vissza megmásztam a hegyet, hogy fényképezhessem a többieket föl-le, mindenfele, úgyhogy ők is örültek, meg én is örültem. Ki tudja, talán hamarosan Tokai Viktor fotó kiállítására is ellátogathatunk majd, addig is azonban x-eljünk be egy újabb számot. Hát a negyedik számunk az történetesen a 32-es. Ez már Fehérvárhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha végigmegyek a számokon, akkor ez egy elég komoly életciklust vagy periódust támaszt alá, illetve elevenít föl, és akkor 32 az pedig már Fehérvár. És ugye megmaradva a számoknál 3x2 is 6. Tehát ezt a 6-os számot, ezt valahogy talán nem is igen akartam elengedni. Tehát most már ebből a szempontból, úgyhogy 32 pedig pont ezért, hogy a 23, hogyha felcsérem a két számot, akkor az 32, és ebben most már több opció nincs egyébként. Most már ez a 32-es, én azt hiszem, hogy ez most már megmarad, és ez most már kitart. Én azt gondolom, hogy a pályafutásom végéig. A 32-es messzhez egy nagyon hosszú periódus kötődik, melyet a volánnal az Ebelben jártatok be. Nagyon rögös volt az út egyébként, amíg eljutottunk mi idáig. Tehát emlékszem a kezdetekre, nagyon-nagyon kapaszkodnunk kellett, és itt a
minden szempontból, menedzsment szempontjából is, hogy egyáltalán lépést tudjunk tartani a ligával, mint pedig játék szempontjából, mert azért nehéz felvenni a versenyt, és bedobtak minket egyből a mély vízbe. Ami az egyik legnehezebb volt, hogy egy-egy meccsre összetudja magát szedni az ember, hogy azonnal magas tempón játszon. Itt igazából sorozatterhelés és a rengeteg utazás volt az, amit meg kellett szoknunk, és amit bele kellett szoknunk. Mindenki még tanulta, hogy hogy legyen, menjünk egy nappal előtte, ne menjünk, akkor utazzunk, szálljunk le. Tehát hogy ez egy ilyen tanuló év volt, és bizony-bizony jó pár elejtett pont volt annak az ára, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan és mi módon kell ebbe a ligába nekünk játszani. De aztán azt hiszem, hogy szépen lassan, fokozatosan belenőttünk ebbe a ligába, bebizonyítottuk azt, hogy igenis a playoffért folytatott harcban mi is egyenrangú résztvevőként szállunk harcba. Most ugyan a csapat nyilván fiatalításon megy át, megy keresztül, ez minden csapat életében van, létezik. Most megint egy kis türelem kell ahhoz, hogy újra azok a gyerkőcök, ahol nagy a szakadék, hogy ezt a szakadékot valahogy áthidalják. Szerintem ilyen mentorokkal, mint Tokai Viktor, gyorsan felveszik az iramot a fiatalok. Addig is x-eljük be az utolsó számunkat. Az ötödik szám az pedig legyen a 18. Az idén május 18-án volt az esküvőm. És ez egy nagyon örömteli nap volt a számomra, a számunkra, a feleségemmel. Nagyon jól éreztük magunkat, remélem a csapat többi része is, aki jelen volt ezen a jelentős eseményen, és a 18. Ez igazából szerintem nagyon nem tudok ezen mit magyarázni. Nem is kell megmagyarázni. Ez valóban egy meghatározó dátum és szám. Jobban belegondolva viszont, kedves feleségednek azért nem lehet könnyű, hiszen egy ebel szezon nagyon sok utazással jár. Tokai Viktor nagyon sokat van távol az otthonától. Szakmabeli. Tehát ő tudja, hogy ez mivel jár, mert ő műkorcső edző. És ő volt régen sportoló, 20 évesen hagyta abba, 18 évesen hagyta abba, de tudja, hogy mivel jár ez az egész dolog, és ő abszolút mellettem van, kiegészítjük egymást, és abból a szempontból még jó is, hogy szakmabeli, hogy tudunk egymástól vagy egymásnak tanácsot adni, vagy adott esetben kérni. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az összes feleség az a csapatnak a része. És a része is kell, hogy legyen, és hogy az is maradjon, mert hogyha kívülállóvá válik, akkor szoktak előjönni a nézeteltérések. Úgyhogy mindig, hogyha valami van, akkor mindig bevonjuk őket a történésekbe, hogy ők tudjanak erről. Ilyen egy remek csapat. Szerintem ma mi is jó csapat voltunk. Összehoztunk egy remek szelvényt, melynek számai a következők lettek. 6-os, 18-as, 23-as, 32-es és a 77-es. Ha lesz szerencsénk, akkor lesz belőle nyeremény, ha megdolgoztunk érte. Remélem, megdolgoztunk érte. Megdolgoztunk, ez nem vitás. Viktor, nagyon szépen köszönjük a segítségedet. Remélem, valóban mellénk áll Fortuna, és egy nyertes szelvényt küldhetünk játékba. Mivel még csak most kezdődött a szezon a csapatnak, nem is kívánhatok egyebet, mint hogy csapatkapitányként minél többször vezethesd a volán győzelemre az Ebelben. No meg persze, hogy minél jobb képeket készíthess szabadidődben. Tokai Viktornak köszönhetően remek számok kerültek be X-elésre ezen a héten. Kétségem sincs a sikerességünkben. Az utolsó feladatot, vagyis a szelvény feladását is sikeresen teljesítettük. Szombatig már nincs is más dolgunk, mint előkészíteni a perselyünket az ötös nyereményének. A Jótékony Ötös főtámogatója a Glória Cipő ortopéd szaküzlet. A Jótékony Ötös támogatója Székesfehérvár megyei Jóváros önkormányzata, a Kistrombitás vendéglő az Ozon Kft. És a Tilágo Kft.